Meződi József a vendégünk itt a társában, a Petőfi Rádióban, te a Fatter becenévre is hallgatsz. Hát tényleg van benned valami apányi, vagy nagyapányi, vagy kicsit még a Mikulás bácsi is biztos mondták neked. Igen, a gyerekek főleg. A gyerekek. Igen, megjött a Mikulás bácsi. Igen. De hát én vagyok a zenekarban a legöregebb, utána a Petter Laci következik, egy hónap differencia van köztünk. Aztán jön a Németh Zoli, akkor a Baranszky, a Szaniszló, és a legfiatalabb a Szabó Feri, a dobos. Úgyhogy hát persze, van nekem egy ilyen, én vagyok a legöregebb, kész, így marad rajta, és mindenki, hogy a Fater meg Papa, hát kész, itt innentől kezdve rá így szólítanak a meg művész úr. Ez is jó esik, a legjobb az, amikor azt mondja, és akkor szóltam a Fater művész úrnak. Az a teteje mindennek. Hát az egyik elmaradhatatlan rekvizítum, ez a bizonyos fehér kalap. Ez honnan van? Ez a kalap, vagy úgy? Ez a kalap? Ez honnan szerezte? Először, honnan van ez? Ez úgy volt, hogy a Magyar Televízióban imidzsváltás volt, és én nem voltam szerintük nagyon szép ember, és akkor az volt az divat irányzat, hogy csak szép fiúk lehetnek a zenekarokban. Ki mondta ezt? Hát vannak ilyenek, nem mondom meg. És akkor szóval ez volt a divat irányzat, és akkor a Heilig Gabi játszott nálunk ebben speciál, ő volt a basszusgitáros, ő a televízióban volt a sminkes, meg podrász. És kitalálták, hogy akkor most nekem valamit meg kell változtatni, és akkor hogy legyen a megváltoztatás, hát legyen szakállam. Már próbálkoztak, bajusz nem. Szóval jó, legyen szakállam. És ahogy elkezdtem növeszteni a szakállt, kiderült, hogy úgy nézek ki, mint a Demi Szuszosz, és a Demi Szuszosz meg abban az időben kalapban volt. Hát akkor tegyünk a fejére egy kalapot. Akkor először próbálkoztak fekete kalappal, de az nem állt, mert már akkor fehéredett a hajam, és akkor ez valahogy egészen nem jött ki. Akkor próbáltak kék kalapot, akkor az se sikerült, és akkor végén rátaláltunk egy fehér kalapba, amit nagy nehézségek árán csináltunk, mert egy széles karimájú szerettem volna, és abban az időben még nem tudtak ilyen, nem sikerült sehogy se széles karimát. Tehát nem volt olyan nagy anyag, amiből csinálták volna a széles karimát, és ezért megnyomták a tetejét, és egy teljesen furcsa kalap lett belőle, és aztán az rajtam ragadt, és az nagyon tetszett mindenkinek, és akkor innentől mehettek a tévéfelvételek, és már az felvételek ezekbe készültek, a fehér kalap, és azóta tulajdonképpen szinte le sem veszem, és ugyanaz a kalap van, mint a férfi. Ez olyan, mint a valakinek a haja, tudod, az erő. Abban van az ereje. Hát igen, enélkül van nagyon nehéz elképzelni. Tehát ezek külön a te fejedre szabták, készítették? Igen, és nincsen benne bélés, meg semmi nyavaja, úgyhogy eléggé romos állapotban van most már így. Ez olyan 20 éve már hordom, úgyhogy koncerteken jó beleizadok, és akkor viszem a tisztítóves, akkor ugye, mert hát van vele, lassan már szépen megáll. Szerintem mit érez a kalap, hogyha még aukción kalapács alá? Hát én nem tudom, de hát féltett, őrzetet, már lassan kell rá fogadni embert, aki vigyáz rá, mert mindig el akarják lopni. Lennon fehér zongolája, ez olyan, mint a fehér kalap. Igen, ez most már úgy hozzám jött is állandóan, úgyhogy a koncerteken mindig el szoktam dobni egy-két ilyen kalapot, de azok nem ezek, szóval akkor ez az egy másik. Hát akkor a rajongók figyelmét felhívom, hogy azok nem, azok ezt nem. Ezt nem, pedig már mindent ígértek, hogy ezt adjam oda, de mondtam, hogy ezt nem. Ebben van az erő, úgyhogy az erő a kalapban van, és velem. Hát legyen veled, maradjon veled, az erő is, és a kalap is. És még egyszer akkor november 13-án este 8 órakor Papp László Sportaréna, és nincs ismétlés. Nincs ismétlés. Biztos. Apostol együttes. Köszönöm szépen. Én köszönöm.